Bak, február második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Megnézzük a pozitívumot, a pozitív energiákat. Na nézzük, a legelső kártya nagyon-nagyon fontos. Ó, milyen komoly kártyát kaptunk. Karmikus kártyát kaptunk. Az igazság szolgáltatás. Meg fog születni az igazság a mi oldalunkon lesz. Milyen erős kártyával kezdünk. A fontos dolgok, tehát ez ilyen hivatalos dolgok, a jogi ügy, a bíróság, az ide tartozik. A vizsga, amikor valaki ítélkezik felettünk például, ide tartozik. És ugye pozitívumot nézünk, tehát itt várható valamilyen pozitív esemény, pozitív fordulat. Ha netán össze voltunk veszve valakivel, akkor itt kibékülhetünk. Milyen komoly kártyával kezdtünk. Na, megyünk tovább. Király. Ez is komoly kártya, mert kardok. Ez a király nagyon komoly. Ez a király maga az észszerű megoldást keresi mindig. Az okos megoldást keresi mindig. Lehet ő egy ügyvéd, aki segít nekünk például. Vagy egy orvos lehet, aki segít. Nagyon gyakran, tehát elsősorban ez a király lehet vagy vízöntő, vagy ikrek, vagy mérleg. Vagy lehet, hogy bizonyos helyzetben a bak ilyen lesz, mint ez a király. Megtartja a hideg vérét? Bizonyos helyzetben? Fogja tudni a megoldást? Rájöhet a megoldásra? És ez akár gyorsan megtörténhet, mert egy nagyon gyors kártyát kaptunk, 8-as botok, ez gyorsaság. Itt lesz fejlődés, itt lesz fejlemény. Ha netán eddig azt éreztük, hogy na, nem volt előrehaladás egy bizonyos dologban, nem tudtunk előrehaladni, nem tudtuk megbeszélni a dolgokat, nem tudtunk megegyezni, nem tudtuk megszerezni azt a bizonyos engedélyt, azt a bizonyos hivatalos papírt, mert ugye a kardok, ez hivatalos papír is lehet. Hát itt beindulnak a dolgok egyszerűen. A gyorsaságot megkaptuk. És megint csak ugye a kardok, ez maga az információ, és itt is van egy kard. És ez a kártya is mutat híreket. Információt. Valakinek utazást mutat ez a kártya. Micsoda kártyákat kaptunk mi? Micsoda kártyákat? Nos, megyünk tovább, mi van itt? Még egy király, jaj, de jó, amikor kijön ez a király, és főleg, hogy pozitívumot nézzünk. Az ember elégedett lesz az életével. Amikor kijön ez a király, akkor várható valamilyen vagy ajándék, vagy kellemes meglepetés, vagy kellemes utazás lehet. Váratlan utazás például lesz egy lehetőség. Vagy egy ilyen király meghallgat minket például. A lelki támaszunk lehet. Ez a király akkor elsősorban vagy rák, vagy halak, vagy skorpió. Na most a királyok nem csak férfiakat mutatnak, nem csak urakat mutatnak, hanem hölgyeket is. Itt az energia nagyon fontos. Tehát mind a kettő király lehet egy hölgy is. Ez maga az ész, ez viszont maga az érzelem. Lehet, hogy pont az aszcendensünk, vagy a holdi jegyünk, például rák, halak, vagy skorpió, vagy éppen ikrek, mérleg, vagy vízöntő. Ezért szoktam mondani, hogy érdemes 3 darab kirakást nézni. A napjegyet, az aszcendenst és a holdjegyet. És egy csodálatos kártyát kaptunk, az uralkodónő. Hát a bőség.
A szépség, a kényeztetés, az ajándék ide tartozik ehhez a kártyához. Nagyon-nagyon pozitív kártya, az egyik legpozitívabb kártya. Plusz információ, valakinek lehet látni, hogy áldott állapotban van ez az uralkodónő. Ott a magzat, ott lehet látni. Amit üzen még ez a kártya, hogy itt érdemes valamit elkezdeni, valamit elindítani, akár egy hivatalos ügyet, ugye, mert kaptunk kartokat, akár egy olyan dolgot, ami a szívünk csücske lesz egyszerűen, ez lehet egy hobbi, termékeny talajt ad nekünk, ez a királynő, a Vénusz kártyája egyébként, a Vénusz maga a finomság, maga a szépség, maga a gazdagság, a pénz, és egyébként földenergia dominál, és ugye a földenergia a ti energiátok. Megyünk tovább, és egy királynőt kaptunk, ott a király, itt egy királynő, ez lehet egy pár. Lehet, hogy valaki megtalálja élete párját. Lehet, hogy valakinek egy házas pár segít megoldani egy bizonyos ügyet. Egy házas pár a támasza lesz. Egy házas pár adhat egy nagyon jó tanácsot, mert ugye megint csak kartok. Tehát mind a kettő maga az ész. Lehet, hogy ezek a személyek felnyitják a szemünket. Ilyen is lehet. Na most lehet, hogy a bak olyan lesz, mint ez a királynő. Nem rövidlátó, hanem egy kicsit előre látó? Mi van a kezében? Egy távcső, ugye leskelődik, nézelődik. Mi van ott? Mi van ott a távolban? Tehát mielőtt meghozunk egy bizonyos döntést, ilyenek lehetünk, mint ez a királynő. Tehát maga az ész. Maga az ész. Micsoda kártyákat kaptunk, és egyébként kártya pakli alja, hát ezt nem lehet kihagyni. Ezt nem lehet kihagyni. Plutó, plutói energia, na vajon miért mondom ezt? Aki régóta hallgat engem, figyel, akkor azok már tudják, hogy itt a Plutóról van szó. Többször említettem a Plutót, főleg a bak, ugye itt a főszereplő még 2024-ben, hiszen a Plutó a bak csillagjegyben tartózkodik még január 22-éig, és szeptember 2-ától november 20-áig a Plutó még visszatér a bak csillagjegyben. Tehát ezen a bizonyos határon van a Plutó, a bak vizöntő határ. Tehát itt a Plutó valakit egészen a csillagokhoz tud emelni. Valakinek meg igenis megnehezítette az életét 2008 óta, mert a legnagyobb hatalom maga a Plutó, mert a hatalom a legnagyobb energia, a legjobban hat ránk, a legjobban hat az egész emberiségre a Plutó. És itt van. Itt van. A Plutó maga a főnix madár. Hamuig leégni, és újjászületni. És nagyon sok bak most újjá fog születni. Fogják érezni. Tehát akinek megnehezítette az életét, akinek le kellett dolgozni a karmát, mert ugye a karmikus kártyát kaptunk, azok végre megkönnyebbülnek, és végre kifújhatják a levegőt, hogy na kész, én ezt a leckét már megtanultam, és levizsgáztam. És a legelső kártya is karmikus. Jó, a vizsgát letettem. Na, megyünk tovább. Negatívum, mi lehet itt? Hatos kelyhek, maga a nosztalgia, maga a múlt. Figyelem, a múltban nem élünk, nem jó. Ne húzzon vissza minket a múlt. Ha azon fogunk rágódni, hogy mi történt a múltban, hogy miért így cselekedtem, hogy miért ilyen emberekkel voltam együtt, hogy miért ilyen döntéseket hoztam, tehát ez akkor vissza fog minket húzni,
a múltból inkább táplálkozni kell, tanulni azokból a hibákból, a múltból továbbvinni csak a szépet. Jó. Figyelem, még olyan is lehet, hogy valaki felbukkanhat a múltból, aki egy picit meg tudja keseríteni az életünket. Nem hagyjuk magunkat. Ott kell hagyni. Ott kell hagyni valamit, vagy valakit a múltban. 8-as kelyhek megint. Ez a kártya azt üzeni, hogy fejlődni akarunk. De ehhez meg kell szabadulni valamitől, vagy valakitől. Lehet, hogy valakinek érdemes ott hagyni azt a munkahelyet, mert nem okoz boldogságot. Nem járunk szívesen arra a munkahelyre. Lehet, hogy valakinek ott kell hagyni azt a bizonyos párkapcsolatot. Megyünk tovább. Ász. Ász. És kardok. Nem kell szomorkodni. Nem szabad félni a jövőtől. Megtaláljuk azt a megfelelő kulcsot. Ott a kulcs. És kard, ez megint csak az ész. És a pozitívumon 2 erős kártyánk van. A királynő és a király, kardok, és a legelső kártya az igazságszolgáltatáson, ott is mindig ott a kard, az viszont az ész. Többet ésszel, jó? Ha valamit el akarunk kezdeni, akkor a lehetőséget jók, mert a február nagyon jó hónap. Valamit elkezdeni, valamit elindítani, valamit venni egy értékesebb dolgot például. Csak... Nem csak, hanem igen, ott az összes bolygó előre fog haladni. Tehát nagyon jó állnak a bolygók, csak be kell kapcsolni az észt. Észszerű döntést kell hozni. Ha nem észszerű döntést hozunk, akkor érhet minket csalódás. Főleg itt a múlt újra betoppanhat az életünkben. Lehet ez egy régi partner, vagy egy régi munkatárs, aki azt mondja, hogy na, valami újat kezdjünk együtt. Ugye az ász ez új dolog. Nem biztos, hogy ez jó nekünk. Megyünk tovább. 3-as, igen, és megint vízenergia, megint a boldogság, igen. Valaki ezt meg fogja akadályozni. Ne hagyjuk magunkat. Főleg ünnep például ide tartozik ehhez a kártyához. Lehet, hogy meghívnak minket valahova, valamit ünnepelni, és ott érhet minket valamilyen kellemetlenség. Főleg például a kelyhek 1-2-3 darab is van, az maga az alkohol is ide tartozik. Az alkohol, a vérrokonok ide tartoznak. Tehát ott lehet valami. Nagy árkánum, és ez a csillag, van itt akadály. Valaki vagy valami akadályozhat minket abban, hogy elérjük az álmunkat. Mikor szoktak tévedni az emberek? Amikor nem a saját álmaikat kergetik, hanem valakinek az álmát. A családnak, vagy a párunknak az álmát. Jó, teljesül, oké, de ettől boldogok leszünk? Nem biztos. Amit még nem szabad megtenni, hogy ugye ez a reménycsillag, a reménynek a csillaga. A reményt nem szabad elveszíteni. Soha. Jó? Amíg élünk, addig még van esély. 3-as, a munkakártyáját kihúztuk, tehát, és a második hármas, tehát van itt akadály az előre haladásban. Valaki akadályozhat minket. Valami vagy valaki el tud minket itt szomorítani. Például nem fizetnek ki minket, vagy nem időben fizetnek ki, vagy nem olyan összeget kaptunk, amit megbeszéltünk. Jó? Vagy 3-an nem tudunk megegyezni, megbeszélni valamit, kompromisszumot kötni. Valamilyen dolog lehet itt. A vizsga például, a tanulás ide tartozik, ott lehet, hogy valami nem sikerül. Na most, ha nem sikerül egy vizsga, akkor lehet menni pótvizsgára. Tehát nem szabad elkeseredni. Tehát a remény azért legyen
legyen meg, legyen mellettünk, jó? Nem sikerült egy vizsga, megyünk pótvizsgára, semmi gond. Plusz információt nézzünk, plusz információ. Ó, a remete! Milyen kártyát kaptunk? Maga a bölcsesség. Bölcs lesz a bak? Megjön a bölcsesség? Igen. Igen. Lehet, hogy ehhez el kell vonulni egy picikét, el kell szigetelődni egy picikét, magunkba nézni, hogy én mit akarok kezdeni az életemmel. Mi az én álmom például, nem másnak az álma, az én álmom micsoda. És utána úgy fogunk kilépni, hogy egyszerűen határozottan fogjuk tudni, hogy mit kell tenni, mi a következő lépés, mi a tervünk, olyanok leszünk, mint ez a királynő, meg ez a király. Valakinek azt üzeni ez a kártya, hogy lehet, hogy érdemes egy picikét jobban odafigyelni az egészségére. Elmenni orvoshoz például. Mert ez a kártya olyan, hát, mint a Sherlock Holmes, ugye, kutakodik valamit, megtud. Kutakodhatunk, megtudhatunk például egy információt, egy dokumentumot megtalálhatunk, amire szükségünk van. Vagy például olyan is lehet, hogy hát a titok kártyája, megtudunk egy titkot. Megtudhatjuk azt a bizonyos titkot, egy fontos információt, egy fontos hírt. Főleg, hogy a pozitívumon vannak ilyen dolgok. Az információ, az jön hozzánk. A hír, egy fontos hírt kaphatunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!